Na szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy rendhagyó videóval. Hát, rendhagyó videóval, igazából minden videó szerintem rendhagyó, mivel körülbelül nem is tudom, legalább fél éve, vagy az Isten tudja mikor volt utoljára említésre méltó videó kezdemény itt a csatornán. Ne kérdezzetek semmit, nem tudom mikor lesz ez, meg mikor lesz az. Igazából nem is biztos, hogy ezt a videót fel fogom tölteni, vagyis feltölteni fel fogom, csak nem biztos, hogy publicra fogom rakni, de igazából, hogyha ezt látod, ezeket a képkockákat, akkor hát kín van ez a videó, úgy döntöttem, hogy kirakom. Egy ismerősömnek beszéltem erről a játékról, és gondoltam, megmutatom neki, és hogyha itt vagytok, akkor igazából nektek is. Ez mindenképp egy nagyon jó játék, mindenkinek rettenetesen ajánlom. Annak is, aki nem szereti annyira a stratégiai játékokat, iszonyatosan jó hangulatos. Ugye egy középkori ilyen full, ultra realisztikus szimulációval megáldott játék. Lehet, hogy már találkoztatok vele máshol, lehet, hogy próbáltátok, vagy más videósnál néztétek, ha nem, akkor maradjatok velem, mert igazából szerintem megéri, mert iszonyatosan jó a játék. Jó, akkor csináljunk egy olyat, hogy igen, új játék, nem ártana. És akkor kell egy nevet választanunk, ugye? Kell egy nevet választanunk, mondom. Nem akarom húzni az időt, hanem gyorsan haladjuk. Legyünk ezek... Mi volt ez a pattanás, koppanás? Legyünk ezek az ilyen nagyon... Lehetünk nők is, nem is vettem észre, hogy lehetünk. Kettőfajta nő is lehet. Jó, legyen Katilla. Egyébként ami még érdekes lehet itt, hát valamennyire, meg kinek mi ugye, ezek a címerek, lehet ilyen nagyon bonyolult címereket létrehozni. Az azt jelenti, hogy bonyolult, hogy például kiválasztatod ugye, hogy hány rész legyen osztva itt. Mondjuk legyen, ha egy résznek, kiválasztatod, mi legyen rajt, és akkor még azt is kiválasztatod, hány példány legyen rajt. És azt is kiválasztatod, mekkora legyen. Ugye rakhatsz egy csomót, egy ilyen bármit, meg igazából ugye, hogyha szétválasztod, külön választod, akkor is ugye tudod, hogy egyik oldal mi legyen, a másik oldal mi legyen. Hát legyen egy olyan dolog, ami ránk jellemző, így a csatorna mentalitásával egyezzen, legyen egy ásó. Wow. Ásó, ilyen jó nagy parasztos sztájlba, ugye? Jó lesz az, legyen háttérszín, legyen sárga, búza sárga, és akkor az elsődleges szín egy kék ásó, egy piros ásó, az MTZ piros ásó, egy kicsit nagyobb méretben, úgy. Többet nem lehet rárakni? Lehet, hogy lehet, nem tudom. Egy példányos száma, legyen két ásó, ez milyen übereljük azt is. Na, oké, nem húzom tovább az időt, nyomunk egy folytatást. És ugye vannak ilyen előre legyártott ilyen pálya sablonok, ilyen sémák. Ugye ezek gyakorlatilag ilyen majdnem... Tök jó. Kívás jelentő, pihentető. Ugye ilyen nehézségi szintek, vagyis inkább arról szól, hogy hogy működik az egész. Tehát itt ez inkább ilyen városépítő stratégia jellegű, itt ilyen városépítő, és harcolni is kell, itt egy ilyen nagyon harcolós jellegű. Menjünk a közére? Menjünk a közepesre, vagy menjünk először egy ilyen megmutatós videó legyen, jó? És lehet, hogy ezt nem fogjuk folytatni, hanem inkább akkor ez egy ilyen bevezető, ilyen megnézzük, hogy mégis milyen ez a játék dolog, és akkor utána, hogyha értelmeztünk mindent, akkor lehet, hogy kezdünk egy végigjátszás, már megint kezdődik, úristen, megint ígérek, és akkor meg nem lesz belőle semmi igaz, gyerekek. Na, alapértelmezett... Nem, egy pihentető legyen, jó? Vagy egy ilyen legyen, egy ilyen virágoztas fel a településed, és akkor legyen egy pihentető, csak azért, hogy tényleg tudjunk. Egyébként itt te is állíthatod manuálisan a dolgokat, mindenfélét, hogy NPC ellenfelek, meg mik legyenek, meg hogy mi legyen, mik, tényleg bármit is. Időjárási események, hogy ugye milyen kártékony hatások lehetnek, nem tudom, gondolom belecsap a villám akármicsoda, felgyullad a félvilág. Figyelj, kezdjük, aztán megnézzük, mi lesz. Jó, gyerekek? Remélem, hogy jól fog futni. Néztem róla egy-két, hát ilyen tutorial jellegű videót, ilyen guide-ot, és nekem nagyon tetszik. Úr, nagyon régen beszéltem videóban, meg nagyon... Majdnem azt mondtam, nagyon nem is beszéltem, de ennyit nem szoktam beszélni egyébként ugye a hétköznapjaimban, szóval elnézést kérek, hogyha nem olyan a beszélt készségem, mint amilyen szokott lenni. Oh my god, yes! Na, hát kapásból várni, megállítom az időt, azt megmutatok egy-két dolgot, ami nekem egy alapban nagyon tetszik. Na, új üzenet, milyen üzenet van? Ja, nagyváros település, igen, az a győzelem ugye, hogy
hogyha a nagyvárosi település szintet elérem. Nem tudom, jól leválítottam a felvevő programot, úristen. Jó, na figyeljetek, akkor ugye itt van, amivel kezdünk, ez már roppant érdekes. Ugye Hontalanok sátra, amivel mindenképp kezdesz, és ebbe öt családot kapsz elvileg, és öt családnak adhatsz munkát. Itt nem úgy van, hogy embereknek tudsz adni munkát, hanem családoknak. Konkrétan családokat tudsz kirendelni egy-egy munkafolyamatra, és itt igazából az ultra realisztikus dolog leginkább abba merül ki, hogy itt nincsenek ilyen trash NPC-k, akik lefel járkálnak, hanem egy minden egyes embert meg tudsz nézni, hogy éppen mit csinál, vagy hova megy, mi történik. Szóval tényleg nem arról szól a játék, hogy így random emberek mászkálnak az utcákon, és akkor azok nem csinálnak semmit, és akkor közben történnek a dolgok, hanem itt tényleg minden egyes ember ténykedik. Ami még nagyon tetszik nekem ebbe az egészben, igen, itt vannak ilyen kőlelőhely, vaslelőhely, ott jó sok vas van, agyaglelőhely, és ugye itt van ez a tartomány, amiben vagyunk, de nézzétek, hogy ki tud zoomolni. Ez nagyon jó. És akkor ilyen, még ilyen régiók vannak. Egyébként igen, magyar a játék, és gyárilag magyar nyelv van benne, és egyébként egy darab fejleszti ezt a játékot. 0.7-es verzió számmal van, amikor veszem fel ezt a videót most. Szuper. Igen, és ugye ezeket a régiókat, a többit, azokat is el tudod idézőjelesen foglalni. Igen, itt van. Lehet ugye követelni befolyással, és király egy éve, jó, oké. Okay. És tök jó, nekem nagyon tetszik, hogy így le tudsz menni, és az a durva, hogyha épül a városod, vagy akkor itt is megjelenik, ugye, itt látszik. Vagy gyakorlatilag látszik most is, hogy ilyen utak meg igazából húzol, az is ezen a rajzolt térképen, mint egy ilyen korabeli térképen így meglátszanak. Na, szuper! Álljunk neki csinálni valami dolgokat, amit először kellene... Úz, nem lenne más, várj, hova kellene letelepedni? Ugye valami olyan helyre kellene letelepedni. Ez a rész egy jobban tetszik, mint ez a bekötő utas. Csak mondjuk... vadállatok. Nem kevés vadállat van itt, ugye onnan tudunk kapásból kaját szerezni, a bogyót innen tudunk szerezni, ugye ez a vadállat az egész évben terem, a bogyó az csak kizárólag tavasztól, azt hiszem nyárig, és akkor az így megterem, és akkor azt le tudod szedni, télen az nem terem, a vadállat az télen is terem. De egyébként ugye, hogyha rázumolsz, belemész, akkor meg tudod látni, hogy itt vannak ezek a vadállatok, ugye most megvan állítva az idő. És még ami nagyon érdekes feature, hogy tudsz egy olyat is, akkor elindul az idő mondjuk, hogy le tudod rakni egy ilyen csávót, és így meg tudod nézni, hogy itt mi történik. Konkrétan meg tudod nézni az építkezést, a vadászatot, vagy a bármit, ami éppen aktuál. Na, viszont ez nekünk most egyelőre nem kell, de ilyenkor ugye elindul el alapban az idő, arra figyeljünk. Ki kellene jelölni, hogy mit kellene építeni? Készletek! Nekünk van 16 darab ilyen szálfánk, meg van 40 kenyerünk, 40 tűzifánk, 40 kövünk és 20 szerszámunk. Ebből kell legyelőre gazdálkodni, és van egy ökrünk, egy darab tányvázó ponyvánál egy ökör, meg van egy csomó telepesünk. Na, nekem ez jobban tetszene a bogyó miatt, viszont hogyha itt telepedek le, akkor is igazából elérem hamar a bogyót. Ugye később kellene nagy szántóföldeknek hely, az valószínűleg azt fogja csinálni, hát ezt a bogyó lelőhelyet nem nagyon szívesen darálnám le. Itt lenne jó szántóföldeknek hely kialakítani, és akkor a falunk az meg valahol itt lehetne. Jó, akkor csináljuk azt, hogy igen, akkor úgy fogunk kialakítani, kezdjünk el építkezni, jó? Oké, világos, minden világos. Kellene nekünk mindenképpen közeli szálfákra lesz szükségünk, úgyhogy mindenképpen kellene olyan épület, ami a szálfákat darálja ki. Olyan csak úgy kellene ehhez, itt lenne a falu, és itt lenne nének mondjuk az ilyen kiszolgáló létesítmények, ez így bejönne. Jó, oké, rendben, akkor mindenképpen csináljunk egy olyat. Hogy egy ilyen kellene.
És kellene nekünk, mi kellene még? Amire szükségünk lenne, ugye kellene majd tűzifa. Ez mit csinál? Ez újraültet. Tűzifagyújtó kunyhó, arra is szükségünk lenne. Ezt ide mellé rakjuk, jó? Tűzifagyújtó kunyhó. Ja, és kellene egy raktár mindenképp. A raktár az merre van, gyerekek? Aha. Kell egy magtár és egy raktár, mert egyébként itt, hogyha ezeket kihagyjuk, ezeket a javakat, akkor ezek el fognak ázni, vagy mi, hogy mi történik velük. És ez nem tesz túl jó, úgyhogy ezek egy raktárat, meg egy magtárat. És ide rakunk egyelőre ez. És egy raktár. Oké, ezek kellenek egyelőre. Meg kéne, ugye kaja. Hát a bogyó, az most kezd teremni, az jó lesz. Csinálunk egy bogyógyűjtőt itt a másik oldalra, és akkor ezek elmennek bogyót gyűjteni, és akkor megvan a kajánk, megvan az építőanyagunk, ugye a szálfa, és megvan a tűzifánk. Ugye ezek nagyon kellenek. Itt van egyébként, itt írja, hogy 8 hónapra való élelmünk van, és tüzelő, az nincs fogyasztás, tehát akkor most az nem nagyon tudja kiszámolni. Nem polgárparccal fogyasztás egy élelem havonta. És egy tűzifa havonta. Jó, értjük. Oké. Kellene akkor bogyógyűjtő, az hol a tökben van? Begyűjtés. Aha. Gyűjtögető kunyhó, ez lesz nekünk a jó. És ez tök jó lesz, mert innen azért viszonylag hamar eléri azt, ugye ott vannak a bogyóbokrok. Ez jó lesz, gyerekek, és akkor oké. És hogy elindítjuk az időt, akkor ezek el fognak kezdeni építkezni. Ugye nincs öt családom van, akik nincsenek kirendelve. Akik nincsenek kirendelve, azok építkeznek, meg mindent csinálnak. Aki ki van rendelve, és nincs, az összes ki van rendelve valamilyen munkára, mert ki kell majd rendelnünk őket, akkor ugye nem tudnak építkezni, nem lesz a képük. Tehát mindenképpen, hogyha akarsz építkezni, vagy valamit csinálni, éppen, ami nem ilyen munka, ami kirendelt munka, akkor kell hagynod mindenképpen családot. Össze-visszabeszélni. Na, először ugye elkezdik itt tüzelni. Parcellákat igazítani. Ezt baromi jó szerintem, hogy ilyen nagyon autentikus. Hogy így építgetik. Csak 1080 p-be, csak HD-ba veszem ezt a videót, meg abba vagyok. Ez valahogy nekem nem tetszik így. Az a baj, hogy egy 4K tévén van. Nem akartam belezavarni azzal, hogy itt 4K-ba veszek, mert az viszont horribilis nagy méretű fáj lesz. Nekem az nagyon furcsa, ez a 1080p. Nem baj, legalább fut normálisan, nem igaz? Oké, na. Akkor ezek csinálják. Itt az ökörrel, ugye, szálfát, tehát ugye amiből épülnek ezek a dolgok. Így rákattintasz, akkor meg tudod nézni, hogy kell hozzá 2 szálfa, ugye? Egyet már hozott az ökör. Itt tényleg nincs olyan, hogy csak úgy oda kerül, vagy tényleg nincs olyan NPC, aki nem csinál dolgokat. Látni, hogy ez az ökrös izé, csávó, mi történik? Ez ide fog húzni egy szálfát, és akkor fog folytatódni az építkezés, hogyha nincs itt szálfa, meg nincs itt se. Ide ugye kell egy, ide kell egy. Ide kell még ráadásul tiszkő is, akkor azt majd az ölükbe fogják hordani egyébként. Ez konkrétan ráfog, és akkor visz egy szálfát. Itt nem úgy van, hogy te majd kijelöld, aztán hoppá felépül, hanem tényleg van egy ökröd, akkor azzal látod, és így oda ráfogott, ez húzza a paraszt, érted. És akkor meg tudod nézni egyébként, hogy hát a hóna alatt szálfát szállított, ez nem a hóna alatt szállítja. Rosítás ugye az nem perfect mindenhol, de egyébként nem rossz. Oké, gyerekek, egy kicsit belepörgetek az időbe. Más nagyon, mit ír? Ohó, ja, hontalansági. Csökken az elismertségem, ugye itt van az elismertség, ugye, hogy mennyire boldogok gyakorlatilag az emberkék. Hát az nem túl jó, hogy várjatok, én ezt átírom. Jó? Ja, egyébként vannak ilyen perkek, meg ilyen különböző dolgok, fejlesztések, amiket ugye majd unlockolni lehet. Ezt átírom viszont, gyerekek, jó? Legyen ez a... Legyen nemes rádó. A falunknak a neve, az első falunknak a neve. Mert ugye ez az első, gyakorlatilag ugye később majd tudsz többet is létrehozni, vagy akkor itt is hozhatsz létre 2-t, ha akarsz, hogy bármi, bárhova építkezhetsz, szóval így fekködve.
Ja, igen. Úgyhogy, na, meghozza az ökör ide, a favágó táborba. Ugye ez, majd. Mentett. Ja, a gyors, vagy ez is be van, mert automata mentés is van. Ja, és megvan most mind a kettő, és akkor így folytatódhat egyébként az építkezés. Oké. Okay. De egyébként nyomsz egy tabot, akkor látni, hogy hány százalékon van melyik, ugye? Hát most itt a munkások sajnos itt cseszhetik. Nem sok mindent tudnak csinálni. Szerintem annyit fognak csinálni, hogy a köveket beordják kézzel, látod? Vonalat kő. Ugye hát nincs más opció, kézzel hordják, ugye nem is tudom melyikhez kellett a kő, valamelyikhez kellett. A magtárhoz kell tíz kő, igen. Ja, hát itt vannak. Kiszolgáltatott áruk ugye, az a hiba üzenetünk van, vagy azok a ilyen tippek. Mivel ezek, hogyha megered az eső, ezek el fognak ázni, és tönkre fognak menni. A tűzifa is tönkre megy, és a kenyér is tönkre megy, majd is a kaja, ugye kenyér van ott. Ez nem lenne túl jó, azért jó lenne, hogyha egyébként a raktár meg a magtár épült volna fel először, de hát mindegy, csinálja ezerrel. Jó, és akkor úgy lesz, hogy itt lesznek a kiszolgáló épületek, arra gondoltam, és akkor viszont a lakóépületek, lakóépületek meg erre fog lenni. Itt meg kitermelhetem ezt az erdőrészt. Aha, ez gazdag lelőhely, az nagyon jó, ugye egy ilyen korona van fölött, az azt jelenti, hogy nagyon OP. Ez ott meg lesz egy bányánk, itt ez is befejezve favágó tábor, oké. Okay. Várjál, és akkor ugye ez még nincs, nem jó így, mert így még nem fog dolgozni, hozzá kell rendelni családokat. Sőt a haladóba ugye be kell állítanod, hogyha nem akarod, hogy mindenhonnan vágják a fát, be kell állítanod, hogy honnan vágjanak fát. Nekem jó lenne először, hogyha hát itt kivágnák ezeket a fákat, vagy tudjak, mondjuk ezeket vágják ki, beállítjuk, jó? Oké, okay, azokat a fákat vágják ki nekem, mert az lenne nekem jó. És akkor hozzárendelek egy családot. És ilyenkor az a tök érdekes, hogy ugye meg is tudod nézni, hogy melyik két ember van hozzárendelve. Ugye egy családban két ember van. Addig, amíg nincs házuk. Utána kezdenek szaporodni, tehát lesz gyerekük, akkor már hárman fognak lenni, úgy tudom. Úgy tudom, három a max. Egyelőre. Szóval most ezek elmennek fát vágni, és konkrétan elmennek fát vágni. Tehát azokat a fákat, azokat ki fogják vágni. És azt föl fogja aprítani, és el fogja vinni, és föl fogja fejszézni, ugye, fölhasogatja. Utána el fogja vinni a raktárba minden, ahogy kell. Tehát itt nem az, hogy ilyen NPC-k csak így lefel járkálnak, aztán semmi. Semmi nem történik, hanem az tényleg így. Fát gallja az éppen, látod, gallja le. És akkor mutatja, hogy és mindenhol meg tudod nézni. És akkor fogja, és akkor el fogja idehozni. Hát sajnos messze van, de hát majd amikor itt aprigatnak, akkor jó lesz. Nézzük, mik épülnek még. Ide rendelhetek egyébként több családot is addig, amíg nincsen más feladatuk. Akkor az hármat is, és akkor ugye már is haton dolgoznak. De nincs rá most egyelőre szükség, szerintem. Inkább az építkezés menjen minél hamarabb. Ja, ide az a baj, hogy a rönköket, most ide viszi a rönköket, hát az a gond, hogy ugye egy darab ilyen izénk van, ökrünk, és ezt egyesével hordja, várjatok, egy prioritást kellene nyomnom neki, ja nem, ja hülye vagyok, ez nem is izét vág, ez nem tűzifa, a tűzifás az lesz, úgyhogy pont jót építettek meg először, mert ugye ebből, amit ezek ki fognak itt darálni, azt is tudja majd az építkezésre szállítani, mert a készletben csak 11 van, és lehet, hogy ebből több kell. És akkor kapásból ezeket így kicsapják. Nem tudom, hogy... Ott látszik is talán már egyet, hogy ott már ledurantott. Rendesen izé, rendesen meg lesz, csak ők nem tudják elszállítani ugye a szálfákat, a rönköket, azokat nem tudják elvinni a hátukon, azok nagyon nehezek. Tűzifagyűjtő kunyhó. Az is elkészült, ide is berendelünk embert, csak előtte beállítom a haladót neki, hogy a tűzifát, akkor figyelj, vágj ki már nekem ezeket a fákat, ezek nekem nagyon nem tetszenek. És akkor dobunk hozzá egy embert.
Nagyon jó. Okidoki. Oké, és ezeket akkor csap ki. Jó, szuper. Ha! Oké, oké. És akkor nézzük meg a tűzifagyú gyűjtőkunyhó. Tehát ilyen. Tűzifagyújtő kunyhónál az emberek. Ó, és már ki is vágta azt, látod? És ott a tüze nyomja. Gyűjtöget. Ja, hát igen, ő fogja azt csinálni, hogy a hátán be fogja hozni. Hol a másik? Várakozik, de hol? Hol? Ott héderezik, gyerekek. Ott héderezik egy. Ez ül a tuskon, komolyan mondom. Hát nő, nőbű van. Ott ül a tuskon, hát megvel. Na, látod? És akkor viszi a tűzifát, kuglit, levág, lecsapja oda. Ja, valami magtár is elkészült. Ledobja oda, az öreg asszom tám föltápászkodik. Ja nem, oda fogja rakni, oda. Dér, és fel fogja fejszézni. Ja, megindult az öreg asszony. Hát, jó van, oké, elment ez is fádvágni, mert miért ne. Meg fötámadt. Király egyébként, nekem nagyon bejön ez az egész szisztéma. Oké, ja, magtár. Magtár is. Magtár kijelölök egy embert, így. Be fogja hordani majd. Dolgokat talán, remélem. Azt hiszem, hogy a kenyeret azt oda tudja. Éléskamra haladó. Igen, kenyeret is ide hordja, kenyeret is ide hordja, oké. És akkor a csákók. Már is, figyelj, elindult. Ez gyalog megy, az fogja kézi kocsit, hoppá. Mondóta, hogy nem tököl. És fogja, érted a kenyereket. Szépen behordja oda, itt meg döntik a fát. Nagyon komoly. Tudod, és akkor... Ez a csávó, azt akartam megmondani, hogy mit csinál. Hóna alatt a kenyér, érted? A szement kocsival az meg gyalog. Jó, van, oké. És tök le van animálva mindenél, tehát tök brutál. Oké. Gyerkőcök. Akkor mink van meg? Favágótábor van, munka van ott. Mi történik? Melyik épül? Ugye már csak kettő család van, aki épít, mivel ugye berendeltem ennek is, meg ennek is. Úgyhogy három család, az már el van izélve, el van látva. Kettő van, aki nincsen látva, azok építkeznek, mindig azok építkeznek, akik ugye nincsenek kirendelve munkára. De egyébként, hogyha ezt behordta ide, akkor ki lehet venni onnan. Tehát lehet azt csinálni, hogy szezonálisan csinálod. Például mit tudom, bogyógyűjtő kunyhó, hogyha nem lesz bogyó, akkor ki tudod venni az embert, nem fölöslegesen nem kell, hogy ott legyen. Tudod. Érted, hogy mondom? Vagy pedig mit tudom én, később a parasztok nem kellenek, hogyha éppen... Jó, hát ezt így vágják ki, mindent aprítsák ki. Itt mi történik? Igen, hontalanság van. Kiszolgáltatott árok, jó volt. Oké, ezeket nem lehet eltüntetni, vagy mit tudom én. Tűnjen innen, légy szíves. Az addig nem trükkel, amíg... Ja, ez... Oké. Meg vagyok fázva kicsit. Hogy a francba mindig én? Na! Mi szituáció van, gyerekek? Történik valami érdekes? Valami építkezés folyik? Vagy mi folyik itt most? Mi folyik itt gyöngyösen? 10 darab van. Szerintem, hol van a izénk? Hol van az ökrünk? Van itt a... Hol az ökrünk egyébként? Ne haragudjál meg. Hol vagy? Ja, ott van előttem. Ugye van ez a pányvázó pózna, ugye itt van az ökör. Ezt át tudod, fel tudod upgrade-elni, mit tudom én, ilyen istálóval, akkor több lehet benne. Lehet egyébként másod is. Egy raktár befejezve, jó. A raktár, ha befejezve, adok hozzá egy embert, és akkor behordja majd a... Behordják. Szerintem már hordják is. Igen, gyűjtöget, gyűjt. Hóna alatt valamit már visz, bazd meg. Hoppá, bocsánat. Ja, nyomják a poppot. Nyomják a poppot, gyerekek. Oké. Okay. Hát remélem feltöltöm ezt a videót, vagy fel van töltve, vagy... Ah, itt van kű. 100 darab. Egyébként vannak ilyen nem megújuló dolgok, tehát itt 100 kő van, azt Isten áldjon. Tehát ez problémát jelent, később kell kereskedni, vagy pedig áthozhatod. Hogyha ugye tudod azt csinálni, tudsz kereskedni, tehát így tudsz venni dolgokat, meg eladni. De tudsz olyat is, hogyha a másik régió a tiéd, akkor tudsz átküldeni egyik helyről a másikra. Mondjuk, hogyha itt sok a hús, akkor átküldhetsz ide. De ugye ahhoz például mind a két régiónak a tiédnek kell lenni, ez nem úgy működik, hogy nem. Elnézést. Na, mi a pitökrég? Ez hova megy ez? Hóra a szálfa? Hát nagyon nem.
Okidoki. Jó, hát ez innen legalább el lesz szállítva minden, látod? Nem is kell messze vinni a raktárba, már be is vittek 10 tűzifát. Jó, élelem 7 hónapig fog kitartani, nem egy erős. Ezt jó lenne, hogyha megcsinálnánk. Nyomunk rá egy nagyon magas prioritást, hogy csinálják, menjenek, építsék már fel azt a szart. És akkor szedjék le ezt a bokrot. De ott azért van elég sok. Ide lehet, hogy több családot is be kell rendelni. Az a baj, egy család építi, de hol vannak ezek az építőmunkások, vagy mi van már? Ott izé kopirgál. Hát csináld már meg, ember, hát ördög. Micsoda csukjád van, gyerek? Na itt most a... Ja, itt vágja a fát. Már izé is, majdnem hátba vágja. Kettő tuskó van, oda nézé. Nagyon beizgultak, majdnem hátba csapta az öreget. Ja, 3 tuskó van, nézd oda, hát itt nagyon komoly munkálatok vannak. És ugye már van 10 tűzifát gyűjtöttek ezek, meg utána ugye át lesz hordva. Raktárba, szóval itt komoly dolgok vannak. Ja, egyébként tök durva, mert ugye, hogyha lerakod a csávót, ugye, akkor meg tudod nézni, most még nem is néz ki olyan jól, amikor ilyen eső, vagy hó, vagy pedig ilyen, vannak különböző ilyen anomáliák, akkor néz ki a legjobban. Kicsit bánom, hogy nem lehet FPS nézetbe lenni. Ez a TPS nekem sose jött be. Kicsit olyan idegenem, nem? Egyébként akkor jó, amikor már ilyen nagyon meg van építve a bunker, meg a falud, és így végigmész, hogy templom, meg sáros utcák, meg minden, az csomó ember, az már tök ilyen érdekes tud lenni. Ja, itt látod, itt építik. Itt már azt hiszem, itt van minden ránk, és itt csávó már nagyon szegel, meg minden. Elég változatosak az animációk, érdekes, természetesen nem minden deszkát úgy fog felütni, ahogy kell, de azért viszonylag, jó, tudom, ott üti az alapot, azt felkerül, de mégis azért tényleg egy hiperrealisztikus ahhoz képest, amit eddig láttunk. És ez rohadt érdekes, és egyébként tényleg egy darab ember csinálja. Gondolom kiszervez munkákat, nem tudom ilyen mit modellezni, vagy pedig textúrázni, de igazából az ő érdemes 7 évvel csinálja. Legalábbis van egy ilyen felirat az elején, ahogy indítod a játékot, hogy bocsáss meg, hogy elnézést, hogy még nem kész a játék, biztos lesznek benne hibák, még csak ebben a verzióban vagyunk. Egyedül fejlesztettem 7 éve, stb. Jó, na mi a helyzet van? Meg van mondjuk bogyós? Mindig nincs meg a bogyós. Hát jó lenne, hogyha összeütnétek már, gyerekek. Még mindig, ez hova viszi? De ebben nem kell már. Ez hova viszi olyan akkor? És ne haragudjál. Ez hova viszi ezt? Ez hova viszi? Hát nem kell. Hát egy megvan, nem? Ember, ez hova viszi? Hova viszi az? Ez hova szeretné? Ja, ide viszi, favágótáborba. Ja, mert ide hozza. Ugye, amiket itt kívánnak, csávók, azt oda fogja bevinni. Egyébként lehet egy olyat... Ja, oké, az úthúzásról volt, az egyébként tök ígyeles. De van egy olyan is, hogy ilyen... A bozótot így el tudod tüntetni, mert ugye azt nem darálják ki. Ugye még sincs ott. Oké, na. És most az a problémája a dolgoknak, hogy nincsen házunk. Azt hiszem már megoldott minden, ugye ennél el lett minden hordva. Hát ott van készlet, de az nem gond. Itt a panyvázó állomás. Kellene házakat építenünk, meg kellene kezdenünk gyakorlatilag a falunak az építését, és a falu építését én arra tervezném valamelyre. Így talán folytatnám ezt az utat, nem, gyerekek? Folytatnánk ezt az utat. Oké, és akkor így elkönyörödjön, vagy hogy legyen? Na, itt lehetne sorba házak, nem? Legyen egyelőre ennyi. Az út az ilyen kis gyalogút, vicces. És ahogy minél többen használják, vagy így frekventáltabb helyen lesz, például házak vannak körülötte, meg minden, akkor ugye majd ez nőni fog, vagy szélesedni fog. Oké, építsünk házakat. Házépítés. Lakosság. A házépítés nagyon érdekes, mert van itt egy ilyen ikon. Ez azt jelenti, hogy ez ilyen rugalmas parcella. Hoppá, ez pont van egy neve is.
A rugalmas parcell az az, hogy te akármekkorára húzhatod. Most én például, neki akartam állni, na. Igen, és mutatja is. Én is mutatom, így járt. Tudsz olyat, hogy mondjuk így. 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 És akkor látod, hogy itt három ház van. De tudsz olyat, hogy el tudod forgatni. És így nem tudom, hogy miért nem akarja, mi baja. Lehet, hogy ez túl rövid. Nincs elég áru, jó, itt nagyon sok idő, nagyon sok kell. De tudsz olyat is, hogy itt fogod, és akkor kevesebb ház legyen, látod, és akkor nem olyan sűrűn lakottak. De ez azért jó, mert van olyan is, hogy ez egy olyan ház, amire tudsz plusz házat is építeni, vagy olyan telek később, és az a kettő család tud lakni rajt. Meg ráadásul olyan, hogy tudsz hátul különböző funkciókat ellátatni a háziakkal. Például van olyan, hogy te nem akarod elküldeni munkába, mondjuk nem bogyót szedni a családot, hanem kijelölöd nekik, hogy termesszenek ezután répát, vagy csirkét tenyészenek, vagy kovács legyen. Tehát egy ilyen kis manufaktúrát tudsz kialakítani annak a családnak, meg tudod mondani nekik, ugye, mint földes úr, hogy akkor innentől, akkor légy szíves, akkor izé legyen, jó? Te kovács leszel. És onnan nem jár el dolgozni, hanem otthon dolgozik, kovács. Az egész család. És ilyen, lehet ilyen tök sokfajta. Na nézzük. Ez nekem nem tetszik, mert nem annyira egyenes. Vagy egyenes? Nem annyira egyenes, mi? Ó, jó. Oké, akkor mindjárt várjál. Mindjárt várjál. Ezt egy kicsit nekem... Forgatást, ezt... Advari artom. Na, mindjárt. Bocs. Oké. De miért? Mind nem választom ki, vagy mit csinálni? Mert ki nem választottak ki, ugye gyerek. Jó, hát akkor létrehozunk egyelőre. Mondjuk ez így. És akkor elforgatjuk. Ez mondjuk ez tök jó. Ez tök jó. Hány? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nekem csak 5 kell. Ugye? 5 családunk van. Szépítsék fel. Dír. Látod, már ide ki is szélesedett az út. Tök jó. Onnan nézze. És akkor ide majd építik. Ezzel egyébként ugye abban a legegyszerűbb megnézni, hogy mi van, mi nincs. Meg hogy hol van az ökör, meg ilyen. Látod? Az ökör ugye azt csinálja, hogy láthatod, hogy hurcolja ide a rönköket. Van 5. Meg elvileg azt hiszem, hogy még kint is van. Kint is ledzik. Úgyhogy van nekünk összesen 10. 14 szálfánk van. 14 szálfánk, gondolom itt is lehet, hogy van. Aha, ott vannak, látod? Ugye kicsapták őket. Egyébként attól félek, hogy őnek már nem nagyon van munkájuk, favágótábor, legalábbis. Haladóba be kéne állítanom, hogy máshol is csapják ki, engem nagyon zavaróak, hogy itt különböző fák vannak erre-arra. Vágják ki ezeket, jó? Nem tetszik, hogy itt több vannak fák. Ezt mindet, ami benne van, így. Jó. Ugye új zsoldos seregek elérhetők, egyébként itt mindig itt vissza tudod nézni, hogy éppen milyen tippeket vagy ilyen message-eket kapsz. Ó, milyen jó időjárás. Bírom, hogy az időjárás változik. Remélem esti fog az eső. Ezt megnézzük akkor meg sárba. Egyébként így át tudsz menni a következő régióba is. Ez jó, egyébként tetszik ez a régió. Jó, együtt vannak a dolgok. A vasat szerintem jó pénzért el tudom adni, majd csinálom kereskedő állomást. És látod itt a térkép? Már látni, hogy épül ki, és tök jó, hogyha így fölülről így rálátsz a dolgokra, nekem ez nagyon tetszik. Egyébként ez útnak minősül ez a valami? Ez a körepedések, tök érdekes. Ezt nem tudom törölni, hogy tudok törölni utat? Ez nem út. Ja, ez lehet, hogy akkor csak ilyen természetes hasadékok. Ja, ilyen esti idő van most, meg ilyen porús. Egyébként április van, ugye? Természetesen mindent évszak szerint kell csinálni. Nincs olyan, hogy tudom, a vetés vagy az aratás az így fölboblik. Tehát amit nem télen fogsz vetni, meg aratni sem. Minden úgy, ahogy a valóságban. Úgyhogy tényleg realisztikus az egész. Sőt, azért mondom, ezt a bogyót, ezt jó lenne... Te mi van a bogyóval? A bogyószerű állomásommal? Nincsen basszus bogyószerű... Tudod, mit csinálunk? A magtárból kikapom az embert.
sőt, kikapol a raktárból is az embert, és akkor bogyósz előben beküldünk mi két embert. És akkor menjenek a francba, szedjék a bogyót ezerrel, mert az éles kamrán köres lesz így. Nézzük a... emberek hol vannak? Gyerünk gyerekek, bogyókat gyűjt, kosarat, kosarat szerez, még olyat is van, érted, hogy kosarat szerez. A kosarat szerez, az gondolom, és én egyébként így rákattintasz, akkor így tudod megnézni. Én ezek gondolom úgy szereznek kosarat egyébként, hogy ugye a bogyógyűjtő állomásról tudnak kosarat szerezni. Melyik a bogyógyűjtő állomások? Ez. És akkor ide mennek és szereznek kosarat, ember, oda nézi. Hoppá! Hoppá, és már mennek is. Jó, messze kell menni, úgyhogy nem baj, hogy... Tök mindegy, mert mindenképp ide kellett volna hordani, érted? Most, hogyha ide rakom a bogyógyűjtő állomást, az se vagyok előbbre, hogy most ott a bogyó. Ugye be kell hordani valahogy a faluba, vagy a raktárba, vagy bárhova, mert ez nekünk nem lesz jó. Egyébként a falu ellátását azt úgy tudod megoldani, hogy majd piacot kell csinálni, ide valahova ide szervezném a piacot. Egyébként ez el fog innen tűnni, abba a pillanatban, amikor fölépülnek ezek a házak. Szóval ez a hajléktalan sátor, vagy mi a tök, ez csak egy ilyen idegenes. Na, most esik az eső, ez nekem nagyon tetszik, amikor ilyen eső is. Cserepeken itt csillog a víz, meg ilyen, ez nagyon, valahogy ez nekem nagyon adja. Mindjárt elindulunk, megnézzük, hogy épült a falunk, mondjuk, hogyha egy idegen lenne, vagy idegenek lennénk, és akkor így jövünk innen, jó? Innen jövünk, innen jöjjünk. Nézzük. Innen jövünk, nagyon jó. Jó napot kívánok, hely! Hova mentek? Ha nem, csak nem bogyót gyűjteni. Menjetek parasztok dologra! Nem érdekel, hogy esik az eső. Hajrá! Ja, vannak néha egy kicsi ilyen fura bugok, ilyen villódzás. Ó, itt meg valami falu van, oda nézzük, mik azok a sátrak. Cigányok feverték a izét. Sátrakat itt te. Jó, a gyöbb van, le kéne fügyírozni. Ott döntötte a fát, dír! Oda döntötte, hallod? Ez jó volt, ez tetszett. Jó volt. Na. Ja, ez a sáros út nekem. Kár, hogy nem néz a FPS nézet, és nem lehet váltani nézetet. Úgy tökadnál. Be tudsz menni az erdőbe mindenhol, ez nekem nagyon tetszik. Egy ilyen Y. Most megnézzük így, hogy az út-e vagy mi az, ami itt volt. És akkor ugye itt van a, nem tudom, ez a rög gyűjtő. Ugye, vagy mi a tököm. Nem tudom, mi jelen. És itt is tök ilyen izé van, ég a tűz, tök jó. Ugye még ilyen vadász kunyót is tudnék csinálni, aztán vadászik a csávó, azt is így beorít, csak messze is van, meg nem nagyon vannak ott vadak, elég kevés van. Inkább abban a bogyóba, itt a bogyógyűjtő állomásunk, itt a fa, izé, tűzifa gyűjtőnk, mennek, jönnek, mennek, vágják a fát, oda burította. Itt, ez valaki meg itt hagyta a szekerét, ledobta. Ez mi is? Ez a raktárunk, nem ez a raktárunk, és ez a raktárunk, igen. És én az a durva, hogy látod is be, hogy ott a kő, ott van a tűzifa, ezek vannak most így a raktárban. Itt is vágják a fát oda rész, barol jó, nagyon jó. Még át is ugrott a fán át, mert... Ez meg hova megy ez a körrel? Ja, ez húzkodja a izét. Húzkodja a röntgöt oda. Ugye? Soha ballak szücsém. Ez jó. Ja, építkezés megy, aha. Honnan? Építkezésre hozza a röntgöt. Itt van a izé. Hogy megcsillom? Figyeld a tócsá, vagy a izébe a... Nem hiszed el a víz, ez milyen jól néz ki. Tudom, mit nincsenek? Ilyen folyók meg izék, most jut eszembe. Ilyen folyók meg ilyen vizek nincsenek sehol. Na megépül az első ház, mindjárt megnézzük, hogy mi van. Nem mondod, egy nő építi, ez nem nő. Nagyon üti. Itt van minden hozzá, úgy látom. Dolgozzál, nyomjad neki! Kíváncsiak lennék, milyen lesz az új ház. Kettő szoba van. Szoba konyha. Fürdőnikó. Te meg? Mi csinálsz, öcsém? Bogyó gyűjtesz? Hova mész? Ezek hordja a rönköket, nézd meg, kettőt oda vitt már a következőhöz. Oda viszi, most már viszi a harmadikhoz. Ugye? Olyan jó. Kicsit szögletesen fordultunk. Hoppá, meg közben a falakat húzza oda né. Nagyon adja. Ó, kerítés! És mi, az a durva, hogy nem egyformák a házak. Egy az, hogy lehet őket fejleszteni, már abban se egyformák, de az alap házak se egyformák. Más a kerítés, máshogy vannak elrendezve, a kerti budi máshogy van a ház végében.
ezer fajta, vagy nem ezer fajta, de tök sok fajta létezik, és ez tök jó. Tök autentikus, én voltam egy ilyen, van itt Zalába, Zalaegerszegen egy ilyen Göcsej falu múzeum, oda néz, kisütött a nap, mennyire, hogy néz ki ez a játék, oda néz. Ez rohadt jó, a fények, na, hogy néznek. És itt van hátul a kerti budi, ilyet például nem is láttam még. Mert én néztem ilyen izét, és mindig a ház végében volt, hát ez nagyon jó. Itt a kerti budi beszarsz. Itt a kerti budi beszarsz. Szó szerint. És a következő ház nem ilyen lesz, nem ilyen elrendezésű, nem ilyen tető, nem ilyen. Ez tök jó. És ne, hú, Dézsa meg minden, hát ez nagyon ott van, gyerek. És akkor ide, várja, már hát megnézzük meg, akkor elvileg polgár porcella. Oké. Világos, minden világos, hol vagyunk? Elkeveredtünk itt közben, ja már onnan indultok. Jó, gyűjtik a bogyót, nézzük meg. Ha már van négy bogyónk, jó, és akkor ugye tovább fogjuk bírni. Tüzelő, ha 63 hónapra elég tüzelőnk van, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, viszont a tüzelő, a faágókat megint ki kéne jelölnem. Tűzifagyűjtőt. Haladó. Hogy itt durrancsák ki ezeket a fákat is, mert itt majd építkezés lesz. Meg erre hátra tervezem, ezen a részen tervezem én a földeket, mert ugye földek kellene. Itt nem akarok, ugye, mert a vadállatokat meg a bogyót is kiírtom, akkor nem leszünk vidámak. Itt, itt durrancsák ki ezt a részt, jó? Oké. Meg akkor... Ez is durrancson, nem tudom merre. Menjünk erre, jó? Itt mennyi? Oké. Okay. És akkor kiadtuk ugye a rönkösök, azok itt vágnak. A tűzifások még ott fönt vágnak, jó. Itt meg szedik ám a bogyót, menne az erdőbe valahol. Nem mondod, komolyan ám. És ez halál komolyan, hogy itt élnek, csellengenek. Figyelj, csávó. Hoppá, oda megy. Szeri, oda megy, fárul le. Én fám van a bogyó, nem számít. De nem, ezek bokrok, aha. Jó nagy bogyók, basszus, akkora, mint egy izé narancs. Szóval, ja, hogy például vadász, az rendesen vadász az állatokat. Tehát úgy van, mit tudom én, itt írja, hogy van 20 darab vad, akkor ott van 20 darab vad, amit levadászik, érted? És ez tényleg kifog, mit tudom, leöli, akkor kihozza, megnyúzza, ezek is úgy vannak megcsinálva. Ez a hiperrealisztikus rész, ez szerintem baromi jó, meg ráadásul a látvány az megint oda ver. Na, itt közben épülnek a házak. Nézzük ez, milyen ház lesz. Hogyha ugyanolyan lesz, akkor így most nagyon be fogok égni, nem igaz? Az a baj, egy család ugye van, aki szabad. Az építkezik sajnos, az az egy család. A többi aznek ugye van munkája. Fát vágnak, meg minden. Nem baj egyébként, hogyha lesz sok tűzifág, például. Mert az akkor később le tudod állítani esetleg azt a folyamatot. Tehát nem kell neked... Nem kell neked azzal foglalkozni, lesz egy csomó tűzifád, akkor később akkor nem kell tűzifád gyűjteni, érthető. Meg hogyha ugye lesz egy csomó rönkünk, akkor azt le tudjuk állítani, ki tudjuk venni az embereket innen. Az embereket. Itt maradt ez a faj? Ja, nem maradt ott. Jó. Jó, haladunk. Ez egy kicsit gyorsabban mehetne. Annyira nem szeretek belegyorsítani, szeretem átlátni a dolgokat, de szerintem bele fogom mindjárt gyorsítani. Mi van most áprilisban? Hadd menjen. Valószínű, hogy, sőt, biztos, hogy idén nem fogunk termeszteni semmit. De később fogunk. Na egyébként nézzük meg akkor itt a háznál. Látható egy csomó minden, amit mindjárt rá fogunk nézni. Van olyan, addig pont inkább lelassítom az időt. Van olyan opció, hogy tudjuk fejleszteni. Az azt jelenti, hogy... Ez nagyon jó dolog. Jó, az is építkezés befejezve, és hadd nézzem meg, hogy ugyanolyan lett. Látod, nem ugyanolyan, például ennek van ilyen izéje, a tetőn, ilyen fák, amik így lefogják, nem tudom, hogy nevezik, pedig tudtam. Sárga ilyen vályog, látod, az ilyen fehéres, más, tök más az elrendezése. A kerítése más, ez ilyen fonott izé, ilyen gajakból van, ez ilyen lécekből van, tök, itt van a kerti budi, ott van egy ilyen, szóval én akármi, ide be is költöztek most, nagyon jó.
Látod, tök más, minden tök más. Nagyon jó nekem, ez annyira tetszik, hogy nem egy ilyen, tudod, hogy építesz régenben voltak ilyen városépítők, és tök ugyanazok a házak egymás mellett. Nem, nem, ez nagyon jó, ez nagyon epikus. Na, és akkor mit lehet csinálni? Na, most már ugye, annyit nézzük meg gyorsan, emberek, oda nézzél, már három ember van, és ugye ugyanúgy csinálja tovább a munkáját, ez például ugye izére van ki rendőlve, ez a favágók. Van egy kölök, aki még otthon van, azt megnő, akkor ő is fog csatlakozni a munkához. Szóval az jó. Itt is ugye emberek. Igen, igen, ők is, ő is ugye itt van a Péter, a Fritz. Ja nem, van ő van ott van. Aha, jó. Érdekes. Ja, most indulj, most kijött a nő is. Fárgaljasz. Ja, ők is, ugye akkor most már hárman fognak lenni a munkába, ami jó. Amit tudsz még csinálni vele, ugye ki tudsz nekik adni, amit mondtam, hogy ilyen manufaktúrában otthon, ne menjenek el dolgozni, hanem otthon csináljanak mondjuk zöldséges kertet, csirkeólat, kecskeólat, és akkor egy csomó minden még ezen kívül, asztalos műhelyt, meg mindenfélét tudnak csinálni. Annyi, hogy akkor ugye ezen a kis parcellán tudnak dolgozni, tehát mondjuk, hogyha egy ilyenre adnád a fejed, hogy mondjuk zöldséges kertet akarnál, hogy hátul csináljanak maguknak, akkor érdemes egy olyan épületet létrehozni, vagy egy olyan parcellát, amelyik nagyobb, és akkor mindjárt hatékonyabb. Tehát akkor, vagy esetleg két családosat, és akkor mindjárt hatékonyabb többet tud csinálni. És ugye, hogyha ezeket megcsinálják, ezeknek nem maguknak csinálják, hanem ezeket el tudják adni a piacon. Tehát itt írja, hogy passzív tojáshozamot biztosít, ez meg itt írja, hogy a terméshozam parcella méretétől függ, írhahozamot biztosít, az írha ugye abból ruhát készíthetnek, meg ilyesmi. Jó, oké. És azt nézem, hogy ez is más lesz, más jellegű épület, mert ennek meg ilyen egyenes frontja fog lenni, hát nagyon élem ezt. Jó, gyerekek, mi történik egyébként? Nézzük meg. Jó, már kettő darab család be van költözve. Tök jó, mert növekszik ugye így az embereiknek a száma. Itt mi történik? Jó, itt van 6. Egyébként még mindig itt van kint, de itt érdemesebb megnézni. Ugye van 18 száfánk, 0 deszkánk, 30 kövünk, 20 szerszámunk, falkatrész. 0, azok meg még ugye hát azok még a jövő zenéje lesz. Meddig fogunk kibírni? 32 hónapnyi tüzelőnk van, gyerekek, de ugye ez csökkenni fog ez a 32 hónap, hogyha több ember lesz. Tehát ez ugye jelenleg ennyi tüzelő fogyna, hogyha ennyi emberünk maradna. Vagyis ennyi családunk. Élelem 8 hónapra. Az élelemben nem vagyok kibékülve, ugye bogyók, 11 bogyó le van gyűjtve. És van még rengeteg, és növekszik, ugye ilyenkor ahogy szeded, úgy még tovább termelődik. Ugye nem is tudom meddig fog, nyárig fog ez növekedni talán. Tehát most érdemes lenne nagyon gyorsan szedni. Csak gondolom, hogy nincs család, amit oda tudok rendelni, mert mi van, a raktárban már nincs családunk, a magtárban nincs családunk, a tűzit vagy újtő kunyhót, az kidlőhetné a francba. És átrakom akkor őket izére. Gyújtsenek ők is, azonban elég messze van az a dolog. Elég messze van. Még három család ugye. Hajléktalan, vagy lakatlan, vagy minek nevezik. Na, és ez, azt nézem, hogy ez. És ez is más, látod? Ez is más. Ez is egy másfajta parasztház. Ablakok vannak, a tetőhoz hasonló. De itt is például a kerti buri, az hol a tökönben, hátul van. Ilyen van ilyen variációk, itt van nem is tudom mi, egy láda. Egy láda van ott, vagy valami ilyesmi. Hát jó. Ez a Jörg, ez meg megy, megint ez egyedül felépíti az egész falut. Ez a szegény, ez ennyi van neki. Meg emberek, oda néz. Hú, gyerekek, bogyókat gyűjt. Jó, és viszont most már három darab lakás van tele. Itt meg ez jó. Ez jó, hogy itt van ez a bogyó. Viszonylag messze van, de azért kibírható, elviselhető.
Oké, okay, hogyha ez megépül, egyébként ezt a bogyós dolgot, ezt jó, az jó, hogy van, viszont messze van, meg hosszú, ide-oda kell menni, hanem majd a mezőgazdaságot meg kell itt indítani, viszont nem tudom, itt mi történik? Ez a rönkös csávók, ezek ugye itt döntögetnek. Jó, azok ott döntögetnek, oké, okay, az jó dolog, hogyha arra vannak. Annyit csinálok, hogy lepucolom a felesleget, mert azt ugye le lehet. Siti, suti, úgy. Nem tudom, lehet, hogy hosszú videó ez, vagy lesz, vagy nem tudom, nagyon bele lehet merülni ebbe a játékba. Ennyi. Azért, hogy ugye lássuk, hogy meddig van lepucolva. Az nem tűnik el ugye a fák, ez csak arra jó, hogy a bozótot. Ez ilyen, gyakorlatilag ilyen design. Csak azért van, hogy jobban átlás. Látni, hogy ott vannak, nézz oda. Csak ugye most az ökör az valószínűleg el van foglalva, hordja a látod a izét. Ott hordja a... De viszont most már beorta mind az összeset, most már csak fel kell építeni. Innentől az ökör az valószínűleg, hogy innen fogja a rönköket behúzkodni ide. Ez jó, ez tök jó, mert közel is van hozzá. Egyébként ezt nem vágom, hogy miért nem minden húzkodta oda, és akkor innen eltűnt volna, de egyefene. Higgyünk neki, hogy ő neki, hogy tök jó volt. Ja, kevés a család, ugye kell, hogyha ezek felépülnek, azt fogom csinálni, hogy fogok még arra húzzuk tovább a cigánysort. Ha most nem, építjük tovább. Legalább egy, szerintem egy 10 ház legyen. Lehet, hogy az lesz, hogy mind a másik oldalra is. Vagy pedig, nem tudom, most azon gondolkozok, igen, ez itt mi ez, valami bozócsak, vagy mi a tököm? Ez mi ez, mi ez, mi ez a nagy izeit, kupleráj? Itt hagyottam, mi? Így kivette be izét, a favágókat, azt itt rohadt meg ez. Most ez nem tudom, ez mi lesz ezzel. Yes, nem tudom, itt van valami csuda dolog. Ja, hát ez a favágós témát, lehet, hogy vissza kellene raknom. Mert izé, mert itt ki vannak döntögedve a fa, nem tudom, ez mennyire fog eltűnni. Hát ez nem a legjobb. Nem vidám dolog. Ja, lehet, hogy azt fogom csinálni. Ez a bogyó. Jó, ez a bogyót, ezt hordják azért. Visszarakom a tűzifagyújtőket. És akkor ezt ugyanúgy szavaztavasz így. És akkor remélem, hogy lepucolják. Most ez nagyon nem lenne jó, hogy ez itt maradna. Bár építkezek, akkor eltűnik? Nem tudom. Oké. Okay. Mi van itt? Itt van valami vasbányánk, ugye? És nem tudom, hogy kell kitermelni, ezt nem néztem meg. Gondolom valami fosbányát kell. Lehet, hogy ez ilyen föld alatti? Valószínűleg. Nem kell külszíni fejtés. Viszont itt van pár kő, ezt majd innen eltávolítatjuk. Máshol nincs is itt kő. Nincs, passzos. A szomorú, mert azért kőhöz kell egy-két dologhoz. De ezt akkor vennünk kell. Szerintem a vasat ki fogom termelni, azt nagy számba el fogom adni. Ezt akkor jó van. És hol az agyag? Ja, itt az agyag. Gyerekek. Hát itt le vagyunk gatyásodva. Az agyag nem termelődik újra. Ez se termelődik újra. Meg a kő is se termelődik újra. Ez a kettő, ami újra termelődik, de ezzel is vigyázni kell, hogy nem szabad kiirtani ott a dolgokat. Ha kiirtod itt az erdőt, meg kiirtod itt, akkor ott az megszűnik létezni. Tehát akkor onnan már nem termelődik újra. Jó, hogyha máshogy elő tudod állítani a kaját, akkor kiirthatod, nem zavar. Tehát most itt szántóföldeket létrehozol, akkor már no probléma. Ó, egyébként ez az építkezés, hogy lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha kirendelek mindenkit, gyorsan felépítik, és akkor jönnek emberek. Csak az a baj, hogy ugye amíg növekszik ez a bogyó, addig jó, hogyha szedik, mert akkor lesz újra. Jó, már csak egy embernek, vagy egy izének, bandának nincs. Akkor el fog tűnni az innen, jaj, de jó. Jó, már csak egy bandának nincsen háza. Már gyorsítottunk egy kicsit. És ez a ház, ez megint más. Nem, ez már ugyanaz, mint elől. Nem, variálja ez. Ez ilyen random generálja ezeket a házakat. Úgy látom, hogy a cserégeti a falakat, a hozzátartozó dolgokat. Mi van, kerti body, nuku? Ennek meg itt oldalad van a body. Jó, ez így ilyen, szerintem ilyen random generátor dolog lehet. Ez rohadt jól meg van csinálva. Na jó, ez mindjárt megvan. 90% megállítjuk, és akkor létrehozunk még egy házikot. Oké, okay. Bolgári telek. Mi történt?
50% fölöd van, azt írja az elismertségünk, és polgári porcelán létre van hozva, akkor gyűnnek még többen. Hallod, ez a fenyőfa meg a trollt meg benn. Az passzus. Tehát nem számítottunk. Na mindegy, lehet, hogy azt csinálom, hogy ide szembe fogok építkezni. Ja, csinálok még izét. Csinálok még házigót. Ez meg világos persze. És azt fogom csinálni, hogy szőnbe fogom. Szőnbe. Egyet, jó? Egyelőre egyet. Ó, de nem így akartam. Új gyerekek, hát ez mi ez? Itt ez még se jön össze, ez egy. Te fiú. Belekerültem nagyon durván. Ez olyan nem akar. Jó, hát nem kell itt szimmetrikusnak lenni, nem igaz? Mi nem a izébe vagyunk. Meg kell csinálni azt, hogy már... Egy... Legyen kettő akkor. Egye fele legyen kettő, örüljék. Kettő házikó lesz. Hát tudod, nem is lenne muszáj nekik ugye ilyen... Hátsó udvar rész, fölösleges. Mindenki nem fog tyúkot tegyészteni. Egye. Kettő polgári ház oda még ugrik, és nem lesz, nem lesz kis kertjük. Nem számít. Jók azok. Ide települnek be majd a izéke. Olájék. Mit fogok ezért kapni? Csak hülyéskedek ám, ne aggódjatok. Ja, ezeket azt remélem, hogy ezt ki tudom minden durrantani. Ja, most történt meg az, hogy család beköltözött ide is. És ja, oké, okay, szuper. Ez is egy ilyen sárga épület. Az előbb is sárga volt? Nem, nem ugyanolyanok. Mindig váltakozik. Látod, ez oda kerül, meg ide kerül. Vagy mindig máshogy vannak. Jó, szuper. Nekem tetszik egyébként. Építsék azt is föl. Egy emberke ugye van, aki nincs ki jelölve, az épít. Mi van most májusban? És mindig növekedik, úristen, még mindig növekedik a bogyó. Bogyó termésünk nagyon jó lesz, már 11, oda néz, már 11 hónapra van élelmünk, viszont 11, csak 14 hónapra vár. Úgyhogy a tüzelő az nem jó. Nem jó. Ja, mert nem volt fogyasztásban az. Azért nem fogyott. Hú, de jó kiszámoltam. Nem csak hogy sok hónapra volt elég, hogyha egyszer nem volt fogyasztásunk. Jaj. Na, ezeket meg remélem, hogy elkopogatják itt. Ezeket... Mi van? Betegség. A betegségben szenvedő emberek abba hagyhatják a munkát. Ha hozzájutnak a gyógynövényekhez, az gyorsíthatja a gyógyulásokat, míg változatos étel növeli a betegségekkel szemben jelenlást. Jó van gyerek, hát szerintem ez nem ezzel kéne most foglalkoznom. Ez tök tetszik, hogy itt külön van ilyen ipari negyed. Ezeket gondolom föl lehet majd fejleszteni. Magtár, oda néz. Nagy magtárra. Na ez jó. Nem kell ezer magtárat építeni. Hogy kisütött a nap? De jó. Na, épp bele vagyunk pörgetve az idővel, hogy menjen az idő. Az idő. Ezek tök itt az úton mennek. Figyelj, ide kellene volna az erdőbe egy útot, nem? Azt csinálják, eljönnek erre, azt utána meg bemennek az erdőbe. Na, kellett volna orra egy útat húznom, az ingyen van. Azt kész, nem? Hát ezek kerülnek akkor át, apám. Jó van, ott rohadjatok meg, majd lesz valami. Egyébként nem ezzel a bogyós dologgal akarok én itt foglalkozni, hanem más projektek lesznek. Jó, sáros az udvar, gyerek. Persze azt kezdte el építeni, ahol nincs még rönk. Na mindegy, jó van, oké. Meg, jaj, végre elhordta innen a rönköket is, nagyon jó. Majd ezt a pányvázó póznát kellene innen elraknom. Ezt el lehet ugye rakni, akkor nem itt van kikötve ez a rohadt állat. Hát mondjuk aztán jó helyen van, nem úgy nagyjából középen, mert ha építkezünk, akkor ugye még hurcolásza a dolgokat. Ja, itt meg ugye közben vágják, oda néz ki az erdőt. Itt az egészet ki akarom vágni, így. Na, építkezés befejezve, és akkor most már, hogyha 50% fölött lenne ez, akkor ugye jönnének emberek.
Jönnének emberek. Hát ez majd talán föllebb megy. Nem tudom, mit ő megy följebb. Jó. Jó, ezt is felépítik, akkor legalább el tudom ezeket is küldeni valamit dolgozni. Valószínű, hogy én termeltetem ki velük az erdőt, mert ugye építkezés az úgyis kellene majd fa. És meg tök jó lenne, ha hamar kitermelnék. Vagy pedig a tűzifát. Jó, hát megtörtént az esemény, és most elvileg ezek rohadtul ráérnek. Nem? És melyik család az? Jó. Itt ezt el kéne koppogattatni velük. Jó, betettük oda. Elvileg jó vagyunk, nem? Nem hibáztam semmit? Mert most ugye nincs szabad család, de nem... Nincs építkezés semmi. De várjál, ajjaj. Aha. Aha, állj, nem jó ez. Mert... Ha nincs szabad család, akkor az ökröt se hagyja senki. Mert az ökörnek is kell egy mindenképp szabad ember. Ó, Máriám. Egy szabad család az mindig van. Egy hordja az ökröt, a másikok azok meg nem tudom, mit lébe szólnak. Meg kéne nézni, hogy hol vagy. Itt lakó családok. Ja, itt még nincsen lakik senki. Tárgyat készít, gyűjtöget. Hogy jövök erre rá? Az bogyós gyűjtős téma van. Aha. Feladatra nem rendelt. Érdekes. Nem én cseszek el valamit. Jó, hát ez meg tűzifa az rengeteg lesz, magtárba meg kenyér az fogyóba, a fogyó az viszont jó. Hányá, azt hiszem, hogy így meg lehet nézni a tabotnyomok, hogy űha, hogy miért boldogok, meg miért nem. Hát nincs itt semmi, jaj, nincsen vízük se, jaj, Máriám, állj meg idő. Nincs egy korty vízük se, nem csoda, hogy le vannak robbanva, meg se kaja, se víz. Látod, abban meg tudod nézni, hogy nincs vízük, nincs kajájuk, nincs tűzifájuk. Nincs ruhájuk, és templom sincs a közelben. Semmi nincs nekik. Mert ugye itt meg tudod nézni, hogy még azt a betyárul istenük. Hát semmi nincsen. Gyerek. Lól. Hol a francban van a víz? Lakosságinál, vagy hol? Kut. Kutat építeni. Várjál, álljál. Azt hiszem, hogy van valami olyan, hogy felszín alatti víz. Milyen nincs is olyan... Ja, van ilyen opció egyébként, úgy látom nincs bekapcsolva. Jó van, akkor a víz az mindjárt lesz. Jó, megoldotta a papi. Nem tudom, hova tegyem. Teljesen mindegy, hogy hol vannak. De ezek mégiscsak utak, vagy mi a fene? Ide teszek a vizet. Örüljetek. Most már ez olyan nyugalom van. Bazz, még mindig. Ja, mert nincs felépítve, jaj, ne Istenem, te. Nagyon izé, nagyon magas prioritásod. Meg kéne izé kellene, gyerekek. Piac. Piac kellene, mert ugye a piac nincsen, akkor nem kapnak semmit. Ha hogyan, hol vennék meg, nincsen boat. Úgyhogy piac kell, oh a shit. Kocsma. Tudnám, hol a piac. Nem itt. Nagy se. Hogy néz ki az a piac dolog? Mert ez nem az, az nem az. Ez mi ez? Gyerekek, hol a francból van az a piac? Ez az? Piac tér. Oh yes. Nagyon jó. Na, a piac tér az lehetne valahol itt, nem? Ami jó nagy. Ez itt tök jó. Oké. Okay. Piac! Nagyon jó. Vágunk mindent.
Piac is fölépül majd. Ide, jó nagy piac lesz. Lehetne valahol itt templom, meg ilyesmi. Arra akarok még terjeszkedni, úgyhogy majd arra lesz még. Ide kellett volna, ide kéne majd még egy utat. Ezek eltűnnének. Na, itt meg ugye vágják a fát, fűvös falomba. Oké, mi a helyzet ezzel a üzével? Még mindig növekszik. Gyerekek, annyi kajánk lesz. Élelem már 15 hónapig elég, a tüzelő az kevesebb. Most már 17, mondjuk az is bőven elég. Ugye az a lényeg, hogy a telet vészeld át minimum. Ez mi ez? Valami perket kaptunk? Van egy pontunk. Ó, de jó. Mi ez? Nemes rádó. Fejlődött. Mészet. Mészet. Erdőgazdálkodás. Bogyóla előhely kapacitását növeli meg. Csapdázás. Ez pont nem érdekel semmi, én inkább milyen mezőgazdaságra akarnék. Gyümölcsös. Ha, alma szüret. Nehézeke. Hát ja, egyelőre még nincs nagy mező, ez gyümölcsös. Tudjátok, mint meg kell tartani még, aztán, hogy merre specializálódunk, az majd ki fog derülni. És ezt a rohadt izét meg mindig itt hagyták. Ez is komoly. De még mindig dolgoznak rajt. Jó, most már van kutu. Na nézzük a... embereket. Elment a piacra, csávó! Beszarsz! Elment a tűzifás a piacra. Elment a tűzifás a piacra. Ez nagyon jó volt. Ó, mi ez? A gyűjtögető, tűzifa bódé, élelem bódé. Már hordják ide, oda nézzé. Már árulják. De jó, ez nagyon meg van csinálva, ez tetszik. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Oda nézzé. Hordja a bogyót ide, csávó. Négy bogyó. És tényleg négy kosár bogyó. Öt kosár bogyó. Beszarsz neki, hogy pont tényleg annyi van. Hat kosár bogyó? Nem hiszem. Itt meg hordja a tűzifát. Oké, gyerekek. Akkor már elvileg, ugye, a tabnál a kajájuk az lesz. Hát most még nem, miért nem? Hát, hogy még nem frissül, vagy meg nem vettek. De az a lényeg, hogy a vízük az már eltűnt, hogy hiányzik. Ruhájuk, nincs kajájuk. Oké? Majd temp... Kaja, oké. Ez már vett kaját, látod? Oda nézz, az már, annak már van kajája. Én egyébként rákattintok, jobban látom. Visz, van neki tüzelő, van, és étel is van. Két típusú élelem van neki. A piacon két típusú élelem létezik már. Ja, mert a kenyeret is viszik, oda nézzél. És már van kenyér is eladó. Ez nagyon jó. Nagyon jó. És ugye tűzifát is oda járulja a gyerek. Hát beszarsz neki. Ez elvileg, ez úgy működik, hogy a tűzifás csávó házal. Van egy, aki árulja, figyelj, a három közül, az ott. Az árulja, házal, üzletel. A Jörg gyűjtöget, meg a másik is gyűjtöget, és van, aki eladja. Ezért jó, hogy ilyen családok vannak, mert ugye akkor azt tudnak mindent is elvégezni, ez nagyon jó. És most szerintem ment fölfele ez a dolog. Ja, izé, ruhájuk nincs, meg templomjuk nincs. Az nem nagyon tetszik neki, és ugye 49%, 50-nél jönnek majd emberek még, és akkor tudunk több dolgot adni nekik. Hát itt meg aztán annyi bogyó lesz az őrület, már 43 van. Meg a magtárba, és van már 9. Nagyon jó. Szuper gyerekek, jó haladunk szerintem. Ezzel nem, ezt remélem, hogy eltermelik, jó van. Azt hittem, hogy nem. Majd ezt is neki adom, hogy azt vágja ki a francba. Tak jó. Egy üzlet jó lenne összedobni. Templomhoz mi kell, gyerekek? Templomhoz mi kell, az lakossági? Templom! Excenter földet biztosít a halott falusiaknak. A munkásokból sírások lesznek, az igen. Szuper. Hát ez nem ment följebb, ez 48% már megint, de máj.
Szerintem az a templom az nagyon nem jó, hogy nincs templomunk. Ugye? Csak meg vagyunk kizéve tümmerbe. Ha templom lenne, vagy pedig ruha, akkor azt megint följebb menne, ugye? De ez még a tűzifát se kap, de miért nem? Nincs izé, nincs templom. A ruha hát azt szerintem nem lehet megoldani. Kellene deszka. Deszka kellene nekem ahhoz, hogy ugye tudjak. Viszont itt meg annyira izé van, néz oda. Rönk, az már annyi van, mint a sár, és azt fogom én csinálni, hogy honnan fogom kivenni az embert szerintem. Itt ez... Nézzük meg, hogy honnan, hogy tudunk deszkát csinálni. Szerintem az fontos lenne. Hol a deszka? Nincs deszka. Ez jó. Amit kéne lenni deszkának, vagy valaminek? Szövőműhely, cserzőműhely, malátahalsz, hagyok kemence, kovácsműhely, olvasztó, nincs deszka. Why? Hol a deszka? Ez mi? Legelő. És ez valami poén, vagy mi van? Deszka, itt a deszka. De jó. Miért itt van a deszka? Kettő építő munkások átalakítják, a szálfából lesz deszka. De a szálfából lesz deszka, itt van a szálfa, ugye? Akkor feltétlenül mellé kellene tenni, vagy szembe vele. És akkor nem kell sokat cipelni. Ugye? Mikor király dolog ez. Legyen itt. Nagyon jó. Akkor ezt építsed fel, barátom. És akkor ez deszkánk, és akkor tudunk építeni templomot. De egyébként megy felfele az a szar, 49%, de így stagnál, visszaesik. Mert szerintem, ahogy sikerül ellátni mindennel itt a dolgokat. Jaj, mit nyomtam. Jó, 49. Jó, lenne 50, hát átugranál már, akkor jönnének családok. Oh, 50! 50! 50 lett. Akkor elvileg tud jönni család, ugye? Nem baj, mindenképp a templom kellene, mert az nagyon nem jó, hogy nincs. Utána meg ruha. Milyen jól néz ki a táj, nézd már meg. Ilyen erdőben egy ilyen kis falu. Jó ez. Hát messzire nem kell vinni a figyeld a rönköt. Most honnan hozza a rönköt, bazze? Hol van ez a tehén? Honnan hozod? Azt nem mondod, onnan hozod azt a rönköt. Onnan hozza, hallod. Viszont ezeket a rönkös csávokat, ezeket szerintem leállítom, és akkor tud segíteni az építkezésbe egyelőre. És ez még mindig... És a favágásba lehet, hogy át fogom rakni, ezt kicsit trendet kell rakni, mert látom, vannak bajok. Legyen inkább a tűzifagyújtő, mert most meg már üzletelnek is, úgyhogy már még kevesebb emberük van. Jó, oh, pont össze eltűnt, jó van. Ott a vágja azt a két fát, zavar engem ott. Nem tűnt el, ott van még mindig. Ott remélem, hogy eltüntetik. Lefel futkorásznak, de ezt, azt a rohadt fát nem akarja elvinni. Még mindig oda megy. Hát tüntess már el azt a fát. Na most ott tekecsel valamit. Na építkezés befejezve, stoj. Viszont most meg már ide kell ember mindenképp, úgyhogy bocsász. Sokáig nem élveztették a dolgot, és 52%-on vagyok, úgyhogy biztos, hogy fog jönni ember. Te jött ember? Nem figyeltem, lehet, hogy jött ember. Igen! Nem. 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 Na, akkor ez most viszont be fog indulni. Gyerekek, a templomot meg kell építeni. Hol vannak az emberek itt? Mi ez? Jószágot hozzá lehet rakni? Emberek. Hóna alatt. Hazamegy. Az egyik az... Hazamegy. Még el se kezdted a munkát, Péter! Szanyád valaga ment, bazze. Hova mész? És ez tényleg hazamegy, hát beszarsz neki. Meg ez is hazamegy! Hát megőrülsz. Hát most adtam ki nekik, hogy itt csinálják a dolgokat, el. Mi kell ennek? Várakozik. Hóna alatt. Mit visz a hóna alatt ez most? Na. Ha visz egy kugli fát. Én már az izéből vettem ki még gondolom a másikból. Meg várakozik. Péter várakozik. Ott hol?
Hóna alatt. Jó lenne valamit csinálnátok. De ezt nem nagyon értem azt az egészet. Lehet, hogy hozzá kéne csapnom egy birkád, vagy ilyen ökrölt? Nem. Te most ez is elmegy haza. Hát megőrülök! Várja, ehhez szerintem kell egy izé. Van itt egy jószág. Nincs, nincs jószág. Ez mi? Vietségek létrehozása. Haladó. Jó, adtunk hozzá egy jószágot, ugye? Jó, adtuk hozzá egy jószágot. Lehet, hogy kellett hozzá. Mert ugye nem tud, különben ugye ez itt másokat, más dolgot csinál. Jó, most adtunk hozzá egy jószágot, hol vagyok egyáltalán? Megint ilyen esős idő van, gyerekek. Július van. És milyen idő van? Hát őrület. Oké, nézzünk rá itt a házakra. És még nincsen új emberünk, de miért nincs? Örülnék, akkor lenne egy kis plusz munkásunk. Ez meg viszont, már nem nő, látod? Úgyhogy most ki lesz termelve innen, akkor utána ki tudom venni onnan a munkásokat, mert fölöslegesen járkálnak lefelé egyébként. Viszont egyébként már 19 hónapra való kaján van, tök jó. Ezt miért dobjálja ki új mindig? Ja, mert idejétok van, milíciát, de én nem akarok milíciát csinálni, vagyis nem akarok hadsereget csinálni, bocsánat. Kérek. Oké, gyerekek. Jók vagyunk. De most itt történik valami, vagy? Még mindig várakozik. És hol van az ide a jószág? Na végre, szerintem most talán oda hozza azt a rohadt fát. Kicsit meg van zavarodva. Hűh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 
Haladjál! Nyomjad neki! Oh. És szerintem ide hozzuk a fát utána, akkor jönnek dolgozók. Remélem már. Ezek... Te most nem szórakozol, most meg elment máshova, hát megőrülök. Ez nem az, hogy... Hát mindjárt öngyilkos leszek. Hát most hova megy az? Hát még jószág is ide van izébe. Emberek meg várakoznak, meg hazamennek. Ott van, hogy izé, ez a dolga, de. Hát öcsém, gyerekek, ez nem, mikor lesz már deszkánk? És mi van? És miért mentek haza, meg mi van? Hát itt van, basszus. Egy család. Mi az építési tartalék? Ja, hogy mennyit tartson meg? Jó, nem baj. Nincsen az a baj, rönkünk. Ez a nagy baj. Hát most már remélem ez a jószág. Ez most oda fogja vinni. Hova viszed? Hát ha szerencsénk van, akkor az ide fogja vinni, de most megint hova viszisz? És miért, hova megy? Jó, viszont látjátok, az erdő az írtva van rendesen, ugye erdő ki volt, és most már ki van írtva, és itt végig fog, ki fogom írtani. Azt a betyár, nincs ez a csúnya idővel. Esik az eső, gyerekek. Na most már végig kéne ballagni még egyszer ezen a soron, ugye. Majdnem mondtam, hogy milyen soron. Mozgatja a fákat a szél, hát nagyon jól néz ki, de viszont ezzel a TPS nézettel még mindig nem vagyok kibékülve. A gyerekek, ez egy ilyen, komolyan mondom, egy ilyen majdnem Skyrim szint, nem? Így kinézetre. Jó, nem, meg tök más, de ez a nagy fű, meg ez a sáros út. Rohadt jó. Most azt imádkozzunk, hogy ide hozza az a idióta. Ez kutyaugatás volt? Valóban. Ja, egyébként a háborúzni is ugye kell. Ne, itt jön, itt jön, itt jön! Oda néz, ne, nehogy odahozd, hanem oda vidd, oda, ne itt, oda viszi, végre. Végre idehozta a rohadt rönköt, ezt jöheti, akkor most már dolgozok. Menjél, megnézzük, hol, merre vannak. Te meg hozzál még ide rönköt, gyerek, nem tudom, remélem túl. Ugye kellene még vennem összvért, vagy nem összvért, hanem ilyen, mi nevedik ezt a nagy marhát, talán pont annak.
Menjél dolgozni! Menjél már, hát komolyan mondom. Kell a deszk, a templomot kell építeni. Ez meg megy itt az izébe. Mi van eladó? Ó, nagyon jó. Van könnyér is. Küzifa is van eladó. Ó, árulják. Jó, ez is, és ezek csak ilyen kicsi házak, nincsen hátsó része. Ez nem is kell, mert ugye nem fölösleges nekem. Nagyon hangulatos ez a hangok is. Hogy fúj a szél. Ugye most nincsenek bekapcsolva ezek a természeti katasztrófák vagy micsodák. Azok is érdekesek lehetnek. Hát egyelőre most ki akartam egy ilyen kipróbálós dolgot. Nem tudom, hogy lehet a nehézséget változtatni menet közben. Lehet, hogy nem. De majd javasoljatok, hogy mi legyen, hogy ezt folytassuk. Vagy pedig inkább egy olyat, ahol hadakozni is kell ezerrel. Ha egyáltalán ez a videó kikerült. Rohadt jó, most az erdőből, erdő felől jön valaki, megnézzük milyen ez a falu, vagy mit lát. Ki ér az erdőből. Mondjuk egy vándor. Jön egy vándor, érted, és akkor így. Ó, itt egy falu. Ó. Itt egy kis falu. Az igen! Ezek nem kis pályázak, ezek tényleg kivágnak mindent, ott ahol mondom. De nem mondod, hogy ezt még mindig itt hagyták, mert ezzel lesznek a gondok. Ezzel lesznek a gondok, mert itt megszakítottam ezt a folyamatot szerintem. De remélem, hogy ez el fog tűnni. Ha nem, akkor nagyon, nagyon rácsöztünk, akkor itt örökre itt marad. Oké, okay, jó van gyerekek. Jó. Na, tudok ugrani? Nem tudok ugrani. Na nézzük, még mindig nem jöttek be ezek. Még mindig nem jöttek be, pedig már 55%-on vagyok. Na, itt meg ezért... Hoppá, az meg valaki beugrott oda, hallod? Úgy ment végig, hogy beesett oda, és itt még mindig nem dolgoznak. Na, végre. Most! Nem mondod, hogy most indult meg Csákó dolgozni. Apám, gyerekek, otthon vannak, egy nagy nehezen elindult be az... Hát ez nem egy dolgos család, de... Mit ír? Általános raktár megtel, gyerekek, mi történt? Gyűjtögető... Ja, gyűjtögetőknek a raktár, jó, hát ez nem baj. Ja, nem? Te gyűjtögető konyhó, igen. De ezt raktárba át tudják hordani, azt gondolom majd áthordják. Csak annyi, hogy itt megtelt addig, ami... Az ilyen ideiglenes, vagy... Na. Itt ez meg már valami történik? Mi történik? Levágta? Persze levágta, ezt elment haza, megőrülök. Hát komolyan mondom, ezek az emberek ennek megőrítenek. Figyelj, elment haza, ez megőrsz. Meghalsz. És akkor megint jön, érted? Hoppá! Hoppá, gyerekek! Új család kezdett el beköltözni, és már ó, be is költözött gyerekek. Ott van! Az nagyon jó, mert akkor tudok majd kiadni még munkát, az nagyon jó. Meg a bogyósot kell megnézni, de elfogy, akkor mást is kell, máshova kell kiadni őket. Jó, gyorsan változik, de megjött megint a munkába, hát ez nem kapodja. Mennyi kell a templomhoz? 20 kellett? Annyit van, gyorsan nézzük már meg. Templom? 20, igen, az elvileg le is fogja vágni, ugye? Aztán. Pont meg lesz a 20 talán. Hova viszed haver? Ja, oda kiviszi, ha? Bír, csapjad oda a többi közé. 15? Hát ez nem erős. 15? Akkor hogy lett 10? Na most megint meg kell várni, mert ez nem mindig egy haza, hallod? Az a baj, de minden hordját. Vajon, elviszi. Ja, te ember. Hol van? Most hol? Mit csináltál? Ember! Gyerekek, megálltott az ökör, de miért? Nem hiszem.
Megállt a vezetőjön. Hát hova ment? Hova ment a sofőr? Elment pisálni az erdőbe, vagy mi? Hát nem hiszed el, bezzeg, elment valahol. Én ezt nem tudom felfogni ezeket a falufiakat. Ott áll az ökör, érted, azt vezető jön. De miért? Hol ment? Nem változott semmi. Nem adtam semmi munkát nekik. Hát te fiú. Hát már nem merek semmit csinálni itt. Az meg mindig elmegy haza. Hallod? Levág egy izét, nincsen neki rönke, szépen. Mondd, hogy vége műszaknak, elmegyek haza. Hát, ez nagyon kemény. És tényleg ezek hárman vannak. Kettő az mindig otthon hírerezik, mert miért ne? Egy meg eljön, elvágja azt az egy fát, amit idehoz, majd nehezen ez a nő, aki az előbb nem tudom hova ment elhúgyozni tényleg az erdőbe. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. És most figyeld, mindjárt megindul Hans, és ki ballag a kapur. Ott, figyelj, most fog kijönni. Ott, megindult, most a nőt küri helyét, te figyeld. Azok meg izének, azok meg lefő járnak az udvarba, járnak a kerti budira. És sétálgatnak. Ez, nő az meg jön, elvágja a fát. Ez nem jó, remélem, nem kell sok fa. Ezeket lehet úgy kéne specializálni, hogy a ház mellé oda berakom be az a izét, a bunker mellé, aztán ott a egyben tud dolgozni, nem? Ez nagyon kemény, ez nagyon durva. Ez vadító. Na mi van, megjött, meg nem, ide jön valószínűleg, majd nehezen ide jön. És kellene kezdje el beszélgetni azzal, mert megőrülünk akkor, most te fűrészel, jó volt. Jó férfi, a kettő férfiban meg egy nő, azt leküdték dolgozni ezt. Csak vágjad már gyorsabban. Várja, nekem nem volt deszka, most meg itt megőr... De most lett meg a 20 deszka, jó. Oké, de... 20 deszkát ír. Most is 20... Ja, most lett meg a 20 deszka. Csak már előbb felírta. Jó, most lett meg a 20 deszka, meg lehet végre a templomot csinálni. Tudod mit? Ezt én itt fogom. Egy a jószágot azt kiveszem. Ki tudom, honnan tudom kivenni innen? Jószág tűnjön el, ugye menjen az építkezésre. Ember! Innen menjen el, nem kell. Ezt még ide be fogja hozni, aztán utána építkezés lesz. Templomot fogunk építeni, gyerekek! Mekkora a templom? Asztal! Ez nem kicsi. Dick. Ugye tök jó néz neki, nem? Középen. Ez így jól menő lenne. Ott lesz a templom. És akkor itt még mehetne út mögötte, meg minden középen. Hát nagyon jól néz ki ez. A falu közepén lesz a kocsma, meg a templom. Oké. Okay. Belepörgetünk, azt megyen. Most három család van. Három? Ugyan? Ez is már fullos? Ó, nem. Csak a, ugye most kivettem. Jaj, de jó, eltűnt innen is. Nagyon jó. A fa. Itt meg ideje, mit csinál, befütöttek idejekor, augusztusban. Ez igen. Nincs kévény, hanem ott jön ki a füst, de jól néz ki itt a kállat. Na viszont most elvileg, itt három család tud építkezni. Gondolom ide hordják a dolgokat. Aha. Hordja a deszkát, mint az őrült. Ó, a kerítés már oda nézzél. Hoztak egy rönköt. Öt rönk, úristen. Kézbe hordják, nem kis pályáznak ezek. Hordják a kerítést, vagy ezek deszkákat. Egyesével? Egyesével hordják a deszkákat. Még jó, hogy három embert falusit kijelöltem. Sőt, tudod mit fogok csinálni? A bogyógyűjtőből ki fogok venni. Egy familyt. Úgy né. Nagyon jó. Mert az nem kell nekem most bogyógyűjtő, egyébként van 18 hónapra való élelmem, hogyha ugyanez a populáció marad, szóval inkább akkor a bogyógyűjtők is jöjjenek, négy család építse a templomot. Hát ez na, biztos sokáig fog tartani amúgy is. Honnan tudnék még kikapni? Ezért.
Ja, onnan nem fogok. Ilyen magtárban nincs, itt nincs. Tűzifagyűjtő az csinálja dolgát. Itt ugye nincs már, fűrészvelemből kikaptam. A gyűjtögetőben mindenképp maradjon egy. A gyűjtögetőben van egy család, meg a tűzifagyűjtőben van egy család, 6 családom van, ugye? Igen, 6 van, ugye 2 feladatra kirendelt, 4 nem. És 7 lakhelyem van, ugye tud jönni még egy család. Ó, építik ezek el. Ha, még kell 3 rönk. Deszka megvan. Kő az volt. Jó. Nagyon menő. Kis fa templom. Igen, ő ott faragja a fát. Ez erre. Hordják a követ. Nagyon jó. Bevitte az ajtón. Büszme jó. De viszont ide is kell majd egy család, hogyha akarom üzemeltetni. Bekülönben gondolom, az nem elég, hogy van egy templomunk. De szóval felhúzzák, apám. 87%-on vagyunk. Itt van, még 2 rönk kellene. Jaj, elment mindenki. Megunták, apám. Meg... Nem készült ez el. 3 rönk kell. Hol van a izé? Hol van a... Hol az ökör? Ott meg egy kereskedő jön a... Csak nincs kereskedő állomásom, úgyhogy hiába. Hol van az ökör, gyerekek? Ez mi, megdöglöd? Vagy mi történt vele? Most ezt tényleg már nem értem. Azt a begyáró Isten, itt hát honnan hozza azt a rohadt fát? Hát apám, ebbe a kilométer az meg lesz ebbe az ökörbe. Ezt nem veszik meg. Ezt lefogy, lejárja. Azt a rohadt érd, meg háromszoros, nem tudom hányszoros gyorsításon is. Izé, jaj. De azért mentek el, mert nem volt alapanyag. Figyelj, mindjárt megfutnak ám. Jött egy rönk. Figyelj. Mindjárt jön mindenki, azt aprítja. Ohohoho, kifutottak ám a házakból? Nyomják meg, ezt az egy rönköt elhasználják, megint cseszhetjük. Ez olyan jó. Még kell egy rönk. Elhasználták, menek haza. Mondják, ennyi volt. Majd leszállok izébe. Jaj, megint honnan hozza ez? Hú, még oda se ért. Pedig ez lesz most a izé cél. Ó, tök jó rész meg itt a templom. Hát, ez nagyon menőn néz ki egyébként. Még nincs kész, de meglessük azért, hogy milyen ez. Hát, meg ki van rúgva az oldala. Belsejébe is be lehet menni, akkor meghalok. Hát, ez nagyon, ez erős lenne azért, mi? De ez tök jó. Ki van diszítve belseje is. Nagyon jó. Jó meg van csinálva. Még megy az építkezés. Na, hát ezeknek azért van izé egy ház itt szembe, egyből a templomba tudnak menni. Rohadt jó. Egyébként tök ilyen... Nagyon autentikus ez a játék. Egy csomószor így belegondolok, milyen lehetett akkor élni. Például, amikor tényleg voltak ilyen nagyobb csetepaték, és nem volt ilyen uradalom, vagy ilyen vár körzelbe, akkor tényleg el tudom képzelni, hogy ilyen templomba menekültek be, mert az volt az ilyen nagyon masszív építmény, meg ahol sokan befértek. Hát ez nagyon adja. Milyen kis izék, ilyen kis nagyon feelingje van, nem? Most ilyen földes út. Itt van a piac, ide el tudsz jönni. Tényleg, hogy így kezd kiépülni egy ilyen település. Később meg ugye egyre inkább, egyre nagyobb lesz. És akkor már ez a piac, mit tudom én, ilyen házak között van, meg ilyen nagy épületek között. Mit tudom én, a falak veszik körül ezt a kis települést, akkor már ilyen város jellegű lesz. Nagyon nagyja szerintem. Nagyon hangulat. Még az erdőt látod, de később már ugye ott mint tudom, földek lesznek. És az nagyon durva, hogy édesapám ugye 1935-ben született, és ugye Magyarországon körülbelül még a 20. század elején ilyen, majdnem ilyen feudális rendszer volt, meg ilyen középkori, meghozták a fát, igen, azt a jó jelmásodról a lábokat. És akkor, ahogy mesélte a dolgokat, tök ilyen körülmények voltak még így a 20. század elején is, hogy nem volt ugye világítás, földes utak voltak, állatokkal művelték a földeket, nem voltak traktorok, akkor
Tök hasonló volt az egész. A házak hasonlóak voltak, ilyen régi típusú vályok házak voltak. Na, jönnek építeni, oda, hozzám a kalapácsot! Ugye megint rosszra fordul az idő. Egyébként a tél is... Na nézzél már, sárosodik az út. Hoppá, hoppá, hoppá! Egy kapunk is lesz. De jó. Na, jó sokan jönnek. Ugye az mindenki, akinek nincsen kiosztva konkrét feladat, azok most itt a goának. Kész a templom! Oda néz, csillog a tetején a víz. Nagyon jól néz ki. És tök jó, hogy így megmarad a fű, meg ilyen nagyon ilyen rohadt autentikus az egész. Nekem nagyon bejön. Hát nagyon adja. Na, van templomunk, gyerekek, oda nézzetek. Van templomunk. Ja. Hoppa, közben betköltöztek még egy család. Várjatok? Igen, van még egy családunk. Tehát most már még öt munkás van, amit ki tudunk osztani, vagy öt család. Ami nagyon jó. És itt, hogyha ez el fog itt tűnni, és itt fogunk még tovább terjeszkedni, azt akarom, hogy ide parasztságot fogok telepíteni. Mert ugye van külön parasztház, akik arra ott végzik ugye a munkát, tehát ott mit tudom, oda viszik be a gabonát, meg ilyesmi, és ugye földeket vetésforgóba itt létre fogunk hozni, ilyen nagy, hatalmas nagy földeket. Nagyon jó, tetszik. Jól van gyerekek, szerintem ennyi volt, nem tudom, hogy feltöltem ezt a videót, majd meglátjátok, hogyha láttátok, akkor megláttátok, akkor feltöltöttem. Ja, írjatok egyébként, hogy újra kezdjük-e. Úristen, de tényleg lehet, hogy az kellene, hogy újra kell kezdeni, hogy legyen háború is, nem? Írjatok, hogy mit szeretnétek. És aki több... amire többen szavaznak, vagy több komment érkezik, azt fogom megvalósítani, jó? Hogyha mondjuk lesz 5 komment, hogy hagyjuk ezt, és lesz 8 komment, hogy kezdjük újra, akkor inkább a kezdjük újra fog menni. De jól néz ki, hogy füstölnek a kémények, marha, annyira autentikus ez a játék, rohadj meg! Meg ez a kizumolás, és ott látod ugye, hogy a térképen már, hogy épülnek a dolgok. Na, köszönöm a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!